oszlopon már lopják az áramot. Haló, jó napot kívánok! Orosz Mihály Zoltán, érdekes polgármester vagyok, és itt vagyunk az érdekes modell országos hálózatának a tagjaival, Ózdon, az Óboda utcánál. Illegális államvételezés van, és szeretnénk ezt megszüntetni. A jobbikusokra szólt, menjetek oda, hova! Ez a fejbe felállított törvény kihirdetve, és nekünk most azonnal ezt be kell tartani. A törvény. És ha nem tartjuk be, akkor jön, hogy agresszív, fenyegető, és a többi. Mindig ez a demokratikus megoldás. De előbb most már ennek véget kell, és meg kell tanulni. Ennyi munkanélküli ember itt van, és ennyi szemetet, hogy lehet, mindjárt összeszedem majd 2 perc alatt, de ennyi munkanélküli ember, azt mondta, hogy van előtt. Közterület neki lehet fogni, hogy annyira bántja. Összeszedem mindjárt, de önöknek azt mondták, az előbb mondták, hogy nincs senkinek munkája, ideje annyi, mint igen. Na, hozzon, szedjük össze, na, közösen szedjük össze. Hozzon, összeszedem, én összeszedem. Gondolom, hogy nem fogjuk ránk szavazni, mert aláírásra gyűjtünk. Szeretnénk megmutatni, a cigány közösség életében is, hogy de a magyar közösségben nem lehet, hogy mennyiket húznak le, milliókat. Az is nagyon nagy probléma, azokat is mindent börtönnek. Jó, akkor csak azt mondtam, vegyük, hogy most milyen 5 perc, ha újból le fogjuk majd fényképen. Ugye, hogy megelőzik a kutyákat, hajrá menni. Mert valóban is lehet, hogy én rá fogjuk, hogy 100 millió érkezik. Mert itt számít, hogy most nem foglalkozni ezzel. Azt is kérünk, ha már veszünk munkát!
Most össze kell szedni. Mert az, hogy előfizetek az AVESZ állítására, az nem nekem az, hogy most van pénzem, vagy nincs pénzem, hanem az nekem egy kötelező közszolgáltatás, ami ha én nem teszek annak eleget, akkor megbüntetnek. Hát minden uniós állampolgárnak ez a kötelezettsége, hogy egy kukát kell vegyen, és azt minden hónapban el kell szállítani. És az is meg van határozva, hogy 4 főnként kell egy kuka, tehát ha már 80 vannak, akkor 2 kuka van. Minden főre, aki itt lakik, 4 főnként kell egy kuka, azt meg kell venni, és azt havonta fizetni kell. Így nem képződik más településre is csak ilyen szemét, és ez kötelező. Tehát én nem mondhatom azt, hogy most hogy de ennek nem összekeleget, az azért kötelező. Videókozunk semmit, hogy nézzük meg, hogy mennyivel már látják, milyen csodálatos. Lehet, hogy mondom, hogy lehet a minisztériumban is majd eszükbe jut, hogy mondjuk ilyen projekteket is kellett csinálni.